csizma rendben, szerszám rendben, sisak rendben! Bob a mester, építs házat! Bob a mester, benni fog! Markos és Tonnás, Szónos és Muki, Bendi és Leo segít neki! Bob csapata, sok vidám arc, bennük mindig bízhatsz! Igen! Bob a mester, építs házat! Bob a mester, menni! Bob a mester. Bob meglepetése. Markos, képzeld, Bendi azt mondta, nem sokára lesz Bob születésnapja. Jaj, de jó, akkor bulizunk, éjjel! És Bendi ajándékkal is készül, de az meglepetés. Kíváncsi lennék, mi az? Nem tudom. Bendi, mi a meglepetés? Smuki, mi lesz a meglepetés? A munka? Semmi meglepetés, Markos. Nehéz napunk lesz. Azért, mert be kell fejeznünk a felhőkarcoló acélszerkezetét, Bob. Így van, Leo. Megmutatom. Ma ezt a részt fejezzük be. Ez a szerkezet fogja tartani az épületet. Utána pedig haladhatunk tovább felfelé. Assza! Ez egyszerűen elképesztő! Igen, a legmagasabb épület, amit eddig építettünk. Colos, te nekem, Wendynek és Leónak segítesz. Igen, Bob. És természetesen Pindur. Szia, Pindur! Készen állsz a toronyépítésre? Szia, Bob! Sziasztok! Igen, készen állok a toronyépítésre. Nagyszerű! Markos, Muki, ti ássátok ki az árkot a csöveknek, amik a toronyba szállítják a vizet. Igen, Bob! Persze, Bob! Szóval, srácok, jó csapat vagyunk! A legjobb csapat! Ismernek a munkánkat, mi együtt dolgozunk. Jó a csapat, nézd csak ránk, egy nagy család vagyunk. Dolgozunk nekünk, tapsolj, adj egy nagy pacsit. Barátoknak könnyen meg, így együtt dolgozunk. Figyeld a munkánkat, és adj egy nagy pacsit, tapsolj! Szerintem tudom, mi lesz Wendy meglepetése Bobnak. Ó, akkor mondd meg, mi lesz az. Szerintem... Bambarabambarabambarabambarab egy új motor! Aha, tényleg, Bob nagyon örülne neki. Mindjárt jövök. Vagy lehet, hogy egy új szakszofon. Szia, Markos. Szia, Harry. Wendy kért meg, hogy ezt hozzam ide. És mi ez? Azt hiszem, Bobnak lesz. Bobnak lesz? Na hát, oké, te csak be ide. Vigyázok rá, amíg Wendy érte nem jön. Jó. Köszönöm szépen. Add át üdvözletemet. Átadom, Harry. Szia. 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 Mi történt? Ezt figyeld, nézd. Most hozta Harry, Wendy rendelte. És Harry azt mondta, hogy Bobnak lesz. Nem kéne odaadnunk neki? Nem érted? Wendy rendelte, és Bobnak lesz. Nyilván ez a meglepetés ajándéka. Aha, igen, értem. De ez nem lehet motor, ahogy az előbb mondtad, ahhoz túl kicsi. Lehet, hogy játékmotor. Na mindegy, a lényeg, hogy oda kell adni a dobozt Wendynek, de úgy, hogy Bob ne lássa meg. Addig leteszem ide. Jó, rendben. Ne feledd, Bob nem láthatja meg. Jó? Jó, rendben. Értem. Lassan. Ez az. Rendben, a helyén van. Kösz, Pindur. Igazán nincs mit. Wendy! Tessék, Bob! Úgy látom, nem sokára annyi a csavarhúzónak. Nem jött még meg az új? Nem. Megkértem Henryt, hogy vegye át és hozza el. Hamarosan itt kell lennie. Jól van. Addig körülnézek. Jaj, ne! Ez Bob! Bob közeleg! Hé, mit csinálsz, Muki? Jön, Bob! Nem láthatja meg a dobozt!
Ne, hagyd ott, ahol van! Majd elé állunk, vagy valami. De már felvettem, most mit csináljak? Ragd le, csinálj úgy, mintha dolgoznál. Sziasztok! Szia, Bob! Épp le akarok tenni valamit. Megint. Á, jól van, ügyes vagy. Minden rendben, srácok? Á, szia, Bob! Igen, minden. Nagyon dolgozunk. Jó, helyes. Figyelj csak, nem hoztak nekem valamit? Valami csomagot? Ó, csomagot? Neked, Bob? Nem. De ha hoznak valamit, azonnal szólok. Természetesen, azonnal. Jól van. Kösz, Markos. Szia! Szia, Bob! Jaj, ne! Szia, Bob! Minden rendben? Hát persze, Bob! Jól van. Akkor szia! És most? Tudom már, Colos, ő tudja, mit csináljunk. Colos! Nézd! Egy doboz, Muki. Igen, tudom, de nem akármilyen doboz. Wendy szülinapi ajándéka Bobnak. És Markos azt mondta, Bob nem láthatja meg. Colos! Kellene még acél? Már is adom, Leo! Akkor, Muki, miért nem adod oda Wendynek? Majd odaadjuk, de csak ha Bob nem lesz a közelben, mert meglepetés. Megteszed, hogy addig elrejted valahová? Persze. Wendy! Itt vagyok, Bob! Rejtsd el, Colos! Gyorsan! Oké, megvan. Hol van? A platódon. Ja, jó. Kösz, Colos. Szia, Muki! Minden rendben? Igen, elugrottam kicsit Coloshoz. Jó. Hol van Bob ajándéka? Jaj, ne! Mi az, hogy jaj, ne? Colos a platómra tette, és elfelejtettem. Micsoda? Jaj, Muki! Szépen vagyunk. Sajnálom. Nem látom sehol. Jaj, ne! Ó, biztos, hogy itt van valahol, itt kell lennie. Na, ez ennyi volt. Most azonnal kellene az új. Felhívom Henryt, hogy vajon merre jár. Itt van. Megtaláltam. Jaj, Muki, jön Bob. Rejtsd el megint. Tessék. Ne, Muki, ne nekem add. Hagyjál, Markos, nem Muki, akarom. Muki, nem. De. Nem. De. Markos. Nem. Igen, Wendy. Tegyél rá földet! Minden rendben, Wendy. Nem egészen. Mi történt azzal a dobozzal, amit Harry hozott? Azt mondta, neked adta oda. Tudod... Tudom már. Bob meglepetésére gondolsz. Muki! Hoppá! Nem kellett volna elmondanom, ugye? Milyen meglepetésről beszélsz? Muki, arra gondolt, amit Wendytől kapsz a születésnapodra. Amit Harry hozott el. Jaj, Markos, az nem ajándék, hanem Bob új csavarhúzója. Anélkül nem tudjuk folytatni a munkát. Mi meg egész nap rejtegettük előletek. Rosszul tettük, igaz? Igen, Markos, attól tartok. Már csak az a kérdés, hogy hol van most? Ez alatt... Sajnálom. Jaj, Markos. Nem semmi. Nagyszerű. Ha összekapjuk magunkat, még időre elkészülünk. Srácok, jó csapat vagyunk? A legjobb csapat!
Szép munka, csapat! Sikerült! Igen! Szép volt! Wendy, mit adsz Bob születésnapjára? Muki! Az meglepetés lesz. Nem emlékszel? Ja, tényleg. Remélem, valami jót kapok. Mondjuk egy új motort. Vagy esetleg egy szakszofont. Várj türelemmel, és majd kiderül, Bob. A magyar változat munkatársai. Horváth Illés, Csuha Bori, Renát Zoltán, Bodrogi Attila, Fekete Zoltán, Penke Bence, Csuha Lajos, Lux Ádám, Kisfaldi Krisztina, Szabó Anita, Kispál, Bogdán Anikó, Pócsik Ildikó. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.